A triász idején több mint 200 millió éve az ichthyosaurusok tartották rettegésben a tengereket. Csúcsragadozók, koruk gyilkos bánái voltak. Egy most leírt fajról úgy tűnik, ő lehetett a valaha felfedezett legnagyobb ichthyosaurus. A becslések szerint a több mint 24 méter hosszú ichthyotitán severensis majdnem akkora lehetett, mint a mai élő legnagyobb állat, a kékbálna testének alakja delfinre emlékeztet, de ez csak a konvergens evolúció egy szépséges példája, hiszen ő is egy tengeri hüllő volt. A felfedezés egy szokatlan fosszilis lelettel kezdődött néhány évvel ezelőtt. Míg 2018-ban a Bristoli Egyetem paleontológusa Dean Lomax és csapata leírtak egy darab Ichthyosaurus csontot, amelyet az Egyesült Királyságban találtak. Olyan nagy volt, hogy először összetévesztették egy dinoszaurusz csonttal. Amikor először leírtuk az első példányt, abban reménykedtem, hogy további példányok kerülnek napvilágra. Kívánsága? Teljesült 2020-ban egy amatőr fosszília rajongó páros, abba és lánya sétálgatott az angliai Somerset-ben a tengerparton. Ruby és Justin Reynolds találtak egy második Ichthyosaurus álkapocs csont darabot az angliai tengerparton. Miután olvasgatni kezdtek, és megpróbálták kitalálni, hogy mit találtak, Belebotottak Lomex 2018-as cikkébe, és felvették vele a kapcsolatot. Az első példánynál jobban megőrzött a második álkapos csontdarab, és ez lehetővé tette Lomexnek és csapatának, hogy megbizonyosodjon arról, hogy mindkét óriás csont ugyanahhoz a hatalmas fajhoz tartozik. Bár a megtalált csont töredékes, teljes mérete körülbelül két méter lehet. És ami a legszebb, hogy ez a teljes álkaposnak csak egy apró darabja. Lomex és munkatársai a Plus One folyóiratban múlt héten megjelent cikkükben ismertették a kövületeket. Az Ichthyotitán Severensis névre keresztelt lény neve utal méretére és a Severn folyó torkolatára, ahol a második álkapocs töredéket felfedezték. A tudósoknak több kövületre lesz szükségük ahhoz, hogy megállapítsák, miben különbözik pontosan az Ichthyotitán a többi ichthyosaurus-tól, de ennek ellenére az újfaj új képet nyújt az életről, egy olyan időszakban és a világ egy olyan részén, ahol korábban nem nagyon találtak ilyen óriásokat. Annak ellenére, hogy az állat kétségkívül hatalmas volt, a paleontológusok óvatosságra intenek pontos méreteit illetően. Ha az ichthyotitán testarányai hasonlóak a világ más részein talált óriási ichthyosaurusokhoz, mint például az Egyesült Államok délnyugati részén élő Sonisaurushoz, akkor az állat meghaladta volna a 80 métert. Az, hogy ekkorára meg tudtak nőni, jó jelzi, milyen ügyes vadászok lehettek, azonban a triász végi kihalást egyik óriás sem élte túl. A későbbi rokonok már nem fejlődtek ekkor a méretűre a jura idején. Az Ichthyotitán nem csak az egyik legnagyobb, hanem az egyik legutolsó is volt igazán óriási fajok közül, mielőtt a triász végi pusztító tömeges kihalás lezajlott volna 201 millió évvel ezelőtt.